Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. 54 éve lett város Dombóvár, kitüntetéseket adtak át az ünnepségem. Költöző madarak helyzete, a gólyák már birtokba vették fészkeiket. Zöldítés, továbbra is munkában a Virágos Tolnáért és Mözsért munkacsoport. Filmkészítő verseny és együttműködési megállapodás. A PTL KPVK tartott sajtótájékoztatót Szekszárdon. Dombóvár 1970-ben kapta meg a városi rangot. Ez alkalomból ünnepi gála keretében többen elismerő kitüntetéseket is átvehettek. A nívós eseményen azok munkáját ismerik el, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtottak az elmúlt időszakban Dombóváron. Pinter Szilárd polgármester beszédében úgy fogalmazott, az önkormányzat nagy hangsúlyt fektet a tehetségek gondozásában. Én azt gondolom, ez minden évben a legnagyobb kihívás a képviselőtestület számára, hiszen kiváló jelölések érkeznek. Mindenki tudja már Dombóváron, hogy januártól lehet jelölni a mindenféle díjakra, és gyakorlatilag azt gondolom, hogy minden kategóriába átlépte a tizet a jelölteknek a száma. Képviselőtestületnek mindig nagyon nehéz helyzetben van, hiszen ezt már a tévében is hagyományosan szoktuk látni, hogy a zsűri mindig nehéz helyzetben van, mindig próbáljuk a lehető legjobbat. Természetesen a civileknél, illetve a sportszervezeteknél a sport tanács és a civil tanács véleményét minden esetben kikérjük, ez alapvetően az ifjúsági díjaknál okoz nekünk kellemes segítséget. Navracsics Tibor, közigazgatási és területfejlesztési miniszter beszédében kihangsúlyozta, a hagyományai és történelme alapján Dombóvár a Dél-Dunántúl egyik legjelentősebb települése. 154 évvel ezelőtt már egyszer átlépte azt a küszöböt, amely a pusztán a hagyományból élő mezővárosok vagy települések kategóriáját jelentette, hiszen amikor ideért a vasút, a kor űrhajózása, megjelentek Dombóváron a vasutasok, a kor űrhajósai, akkor egy olyan ambíciózus közösségé is tudott válni, amely nem csak az akkori ma, de még a mai holnap hőseiből adódó közösséget is hozta létre. Potápi Árpád János államtitkár, a térség országgyűlési képviselője elmondta, a közösség számára fontos a város fejlődése. Dombóvár az elmúlt 54 évben bizonyította azt, hogy valóban megfelelt a városi oklevélnek, és azoknak az elvárásoknak, és azoknak is, akik bíztak benne, hogy ezt be tudja teljesíteni. Az elmúlt években én úgy gondolom, hogy az az irány, ami a 10-es években jellemezte Dombóvárt, hogy mindenkivel szembe megyünk, békétlenség van, széthúzás van a városban, ez 19-től 24-ig megszűnt, és végre azt lehet látni, hogy egy közösségben gondolkoznak az itt élő emberek, büszkén vállalják azt, hogy dombováriak, és valóban mindent megtesznek annak érdekében, hogy ez a város egyre lendületesebben, ütemesebben tudjon fejlődni. Ivanics Antal díjban részesült Kovács Elemér, a helyi gazdaság életében betöltött szerepe, valamint a betongyártás és az építőipari alapanyagok forgalmazása terén végzett kiemelkedő munkájáért. Nagy megtiszteltetés és a polgármester úrtól és a képviselőtestületről, hogy 30 éves munkánkat ilyen szép díjjal megjutalmaztak bennünket, mindkettőnket. A Dombóvár elismert közössége díjat az úszósport érdekében hozott áldozatos munkájáért, valamint az utánpótlás nevelésben végzett eredményes tevékenysége megbecsüléseként Dombóvári Sportiskola Egyesület vezetője Fehérvári Levente vehette át. Az idei esztendőben a Pro Oppido Dombóvár díszpolgári címet dr. Havasi Dezső kapta meg. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület felmérései szerint mára jellemző, hogy egyre több gólya hazánkban telel. A madarak a klímaváltozáshoz alkalmazkodva nem vándorolnak el. A Magyarországon maradó fehér gólyák nem szorulnak emberi segítségre, etetésre. Átteleltetésükre nincs szükség, hiszen alkalmazkodnak a környezeti változásokhoz. Kosarakat tesznek föl az oszlop tetejére, hogy megvédjék a madarakat abból a szempontból, hogy áramütés érje őket. És a fiatal kis gólyák sem kikerülnek, kilöpülnek először a fészekből, akkor jönnek ezek a problémák, hogy ez így előfordulhat és elpusztulnak a gólyák. Bonyhádon a tavalyi évben több új fészket építettek a madarak számára. Ezek mind olyan dolgok, hogy a madaraknak a érdekében történik, és ez nagyon fontos dolog. Nyilvánvaló az, hogy a
a télen, amik itt marad, és azokat etetik az emberek, azok kis halakat szoktak neki dobálni, és nagyon emberhez szokott ezek a madarak, és ennek vannak olyan dolga is, mikor azt mondjuk, hogy itt marad egy madár, hogy próbálják azt az időt átvészelni, amikor, hogyha enyhébb, és mondjuk mondják itt a klímaváltozást, de hát ez, és ennek következtében ezek itt maradnak, de ez nem igazán így történik a gólyák esetében. A költöző madarak vándorlásaik során hosszú távolságokat tesznek meg, hogy eljussanak a táplálékban gazdag területekre, vagy kedvezőbb klímájú helyekre. A földrajzi tájékozódáshoz napfényt, csillagokat és a föld mágneses terét használják. Kora tavasszal először mondjuk a legjelentősebbek a bíbiszek jelennek meg vizes helyeken, ott a kis éles hangjukkal jelzik, hogy megjöttek, és itt a tavasz. Utána hát megjönnek a gólyák, és akkor még vannak, amik még nem jöttek meg, mint például a kakuk, vagy a népiesen sárgarigónak nevezett aranymálinkó, azok csak később érkeznek meg, vagy éppen a fülemülék, a nagy, meg a fülemüle, meg a nagy fülemüle. Tehát ezek mind olyan dolgok, hogy az érdekes a természetben, hogy így történik, és igazán, hogy ez hogy is alakul ki a természet során, ezekre nem tudnak pontos magyarázatot, hogy miért is szükséges az, mert miért nem maradhatnának ott, mert a tápláléka megvolna nekik, az időjárás is jobb, és mégis ide jönnek és ragaszkodnak ahhoz a régi költőhelyeikhez, amikor évezredek milliókkal ezelőtt már ezek a dolgok kialakultak. A füstifecske a nyílt vidék madara, mely főleg emberalkotta szerkezetekre építi fészkét, és szinte mindenütt elterjedt. Állományuk az elmúlt évtizedek alatt csökkent az istállók megszűnése miatt. Az Esőmanok Tolna megyei autistákért egyesület jótékonysági futást és kerékpározást rendezett Szekszárdon. A nevezéssel és támogatói termékek vásárlásával az Esőmanok egyesület működését és azon keresztül az autizmussal élő embereket, családjaikat és a velük foglalkozó szakembereket lehetett támogatni. A résztvevők 1, 5 és 11 kilométeres távokat is teljesíthettek. Berta Zoltán Tolna alpolgármestere Gulc Csaba önkormányzati képviselővel helyszíni szemlét tartott a Táncsics utcában, ahol komoly problémák vannak a csapadékvíz elvezetéssel. A legutóbbi képviselőtestületi ülésen döntöttek arról, hogy az utcában a nyár folyamán megépüljön az új csapadékvíz elvezető árokrendszer. A tervek elkészültek, a szükséges engedélyek megvannak, folyamatban van a kivitelezésre vonatkozó beszerzési eljárás. A tervek szerint nyáron elkészülhet a régóta várt rendszer, megóvva ezzel a lakóingatlanokat a felázástól. Június elejét idézte a hőmérséklet vasárnap. A maximumok átlaga 25,1 Celsius fok volt, ami a június 4-e és 7-e közötti időszak átlagára hasonlít, írta a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán. A közlés szerint vasárnap a napi maximum hőmérséklet átlagosan 9,9 fokkal volt melegebb a klimatológiai átlagnál. Továbbra is aktív a Virágos Tolnáért és Mözsért munkacsoport. A tagok virágokat és fákat ültetnek, így teszik szebbé, élhetőbbé a települést. A kertészekből, szakemberekből álló tolnai csoport megalakulása után feltérképezte a lehetséges virágosítási és fásítási helyeket. Ekkor az vezérelte őket, hogy minél több növényt tudjanak Tolnán és Mözsön elültetni. Azt láttuk, hogy óriási forrásokat tud az elvonni, hogyha folyamatosan kétszer, esetlegesen háromszor ültetünk egy adott területre virágokat, ezért úgy gondoltuk, hogy érdemes lenne átgondolni azt, hogy esetleg kikeresni olyan egynyári virágokat, amelyek utána egy folyamatosabb, egy egész vegetációt átívelő időszakra tudnák a virágosítást biztosítani. Na hát el kell, hogy mondjam, hogy azért ez a kísérletezés, ez valóban kísérletezés, hiszen nem mindig volt sikeres. Tehát voltak olyan növények, növényfajták, amelyek ezt az extrém hőséget igazából nem tudták elviselni. A csoport a település több területén ültetett már virágokat, fákat. Gondosan átgondolták, megtervezték azt a színvilágot is, amit a növények nyújtanak. Fákat többek között újszülött gyerekek számára is ültettek, a szülőkkel együtt. Utána ott volt a kérdés, hogy mi legyen azokkal a fákkal, amelyeknek nem lett gazdája. És akkor meghirdettük a Gondoskodj rólam programot, ami már az elültetett fákra vonatkozott, lehetett a szülőknek jelentkezni, és ugyanúgy, mint a szülőkkel együtt ültetett esetében, itt is egy kis fatáblácska került
a jelentkezőknek a fájára, és ezzel együtt ezek a szülők, családok vállalták azt, hogy ezt a kis fácskát gondozni fogják a továbbiakban, mondjuk tányérozzák, figyelnek arra, hogy az esővíz, a víz jól oda tudjon csordogálni a fa törzséhez. És hát miért is olyan fontos ez, hiszen nem mindegy az, hogy a felnövekvő generáció, a mi gyerekeink itt maradnak a városba vagy sem. A program több helyen is fasorok ültetésével folytatódott, például Tolnán a Bartók utcában. Ezeket a fákat is folyamatosan hirdetik. Ha valahol tönkre megy egy fa, ki kell vágni, ilyen volt a Vasút utcai fasor, annyira előregettek, és hát az is lehet, hogy hősokkot kaptak, vagy valami történt velük, de ott több fa ment tönkre. És a Vasút utcai szülők azt mondták, hogy ők nagyon szívesen ültetnek a helyébe, és a Telena Kft. Segítségével a fák kivágásra kerültek, és újak kerültek beültetésre, ők szállították oda az új fákat, és a Vasút utcai szülők ültették el. A csoport önkormányzati tulajdonú házaknál is tevékenykedik, például a Bajcsy-Zsilinszky utcában. Igyekszünk arra odafigyelni, hogy folyamatos legyen a virágzás. Nagyon nehéz ebben az időszakban, hiszen például a tavaszi virágok akár egy hét alatt elvirágoztak, de hát ez nyilván nem a mi hibánk. Úgyhogy én azt szeretném, hogyha ezután is minél szebb lenne, minél több fa, minél több park és minél több virág a városban, és azt gondolom, hogy erre garancia ez a munkacsoport, hiszen tényleg nagyon lelkiismeretesen dolgoznak, és szerencsére eddig volt forrásunk is arra, hogy azokat a terveket meg tudjuk valósítani, amit ők megálmodnak. A Gondos Gazda virágos porta verseny is folytatódik a városban. A program keretében a díjazottak vásárlási utalványokat kaphatnak, melyet valamely Barkács áruházban használhatnak fel. A tavasz elérkeztével Decsen is több ponton virágokkal díszítik a települést, erről Heberling Tibor, a nagyközség polgármestere számolt be Facebook oldalán. Külön kiemelte Albertszky Sándor munkáját, aki 40 hordót vágott félbe. Az ültetés aprólékosságát és pontosságát Kondrics Gábor és Just László végezték. Győzött a bajnoki elődöntő első mérkőzésén az NB1-es futsalbajnokságban szereplő Tolnamözsi Futsal Sportegyesület női csapata. A gárda a debreceni Deac otthonában aratott szoros 2-1-es győzelmet Krascsenics Petra és az alapszakasz gólkirálya Folk Zsuzsana találataival. A visszavágót április 14-én vasárnap rendezik Tolnán. Továbbjutás esetén a tolnaiak a döntőben nagy valószínűséggel a TFS-e gárdájával találkoznának, hiszen ők 9 gólos előnyt szereztek a DVTK Vénus ellen. Szakmai egyetnemértés miatt távozott a klubtól az NB3-as labdarúgó bajnokság délnyugati csoportjában szereplő Bonyhád Majos technikai vezetője Gyánú Szabolcs. A hírt az együttes még április 3-án közölte Facebook oldalán. 2 nap elteltével talán még nagyobb meglepetés érkezett, hiszen a Tolna vármegyei első osztályban vitézkedő Bonyhád VLC közösségi oldalán bejelentette, az egykor Majoson dolgozó szakember csatlakozott a rivális, azonban most nem egy osztályban szereplő csapat szakmai stábjához. Villámfilmkészítő versenyről tartottak sajtótájékoztatót a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi Pedagógus Képző és Vidékfejlesztési Karának épületében Szekszárdon. Az eseményt követően a szervezők és a támogató partnerek között együttműködési megállapodás jött létre, ami a nemzetközi kapcsolatokat is erősíti. Ebben az évben egy újabb filmes versenyt indítanak el, jelentette be professzor dr. Szécsi Gábor, a PTL KPVK dékánja, aki az ezzel kapcsolatos témákat is elmondta. Az egyik téma, mondhatjuk, hogy a hagyományosnak tekinthető shoot for pont témány, de ezúttal nem a földért forgatunk, hanem az egészséges életformáért. A másik témánk pedig egy igazi lokálpatrióta téma, ezért a városért forgatunk, és hát próbálunk minél több tehetséget rávenni arra, hogy a lokálpatrióta érzelmeit filmekben is megjelenítse. A program az új nemzedékek sajátosságaira reflektál, és a középpontba helyezi környezetünk kérdésköreit. A legújabb kutatások egyértelművé tették, hogy a mai fiatalok, az új nemzedékek, a digitális kultúra tagjait igen erőteljesen kötődnek a lokális értékekhez, mert van egy tudatos háttér ebben a folyamatban, amit a globalitás vetít oda.
Tehát azzal, hogy ők állandóan bent vannak ebben a globális híráramlásban, saját helyi kötődéseikre, települési, városi kötődéseikre, hagyományaikra, az eddigieknél tudatosabban reflektálnak, vagy tudatosan befogadják. Kindl Gábor producer és a versenyigazgató ismertette, hogy pontosan hogy is néz ki formailag a megmérettetés. Határozott idő alatt, 24 óra alatt kell egy rövid filmet csinálni annak, aki a játékban részt vesz, és tulajdonképpen hát 20 évvel ezelőtt indult el Szekszárdról ez a történet, és most két játék zajlik majd április végén, ami miatt most van a sajtótájékoztató, az, hogy legyen idő fölkészülni, illetve az egyik játék az egy hagyományos meghívásos játék, április 27-28-án pedig itt Szekszárdon kell majd mindenkinek forgatni, nem is lehet máshol, csak kizárólag Szekszárdon. 20 éve rendezik meg az eseményt, idén Szlovákiával együttműködve. Bíró Éva, a Szlovákiai Magyar Televíziók Szövetségének elnöke örömmel fogadta az ötletet, hiszen a felvidéki fiatalok között is sokan kiemelkedő és kreatív ötletekkel rendelkeznek, amit idén ők is megmutathatnak. Ez az első alkalom, hogy ők is csatlakoznak a versenyhez. Első körben Dunaszerdahelyről, a mi lakóhelyünkről próbáltunk fiatalokat felkelteni a verseny, az ő érdeklődésüket a versenyre. Úgyhogy két tagú csapattal érkezik majd a felvidéki különítmény, méghozzá az egyik diák Csuba Dávid, a Comenius Egyetemen végzett Pozsonyban, a másik fiatal pedig a Dunaszerdahelyi Vámbér Jármű Gimnáziumnak a diákja. Az együttműködés nagy bizakodás övezi, ami egy közös ígéretes projektet és produktumokat vetít előre. Mutatjuk Baranya és Somogy vármegye híreit. Rangosabb ligába tart a repülőgyár. 4 üléses gépek gyártásába kezdenek Pécsen. Vidékfejlesztés. Hazai és uniós források is segítik a gazdálkodókat. Városi szülőnap fesztivállal. Siklóson várják a kicsiket és a nagyokat. Belépnek a nagyfiúk pályájára az új üzemük építésével, mondta a pécsi székhelyű repülőgyár vezérigazgatója. Kormányzati támogatással épül az új szerelőcsarnokuk, ahol már 4 üléses kisrepülők készülnek a jövőben. Az alapkő letételen a pénzügyminiszter azt mondta, a beruházás a magyar gazdaság egyik ékköve lehet. Saját gyártású kis repülő rója a köröket a pécsi repülőgépgyár fölött. Az úton érkeznek a vendégek, köztük a pénzügyminiszterrel. Új üzemcsarnokot épít ezen a területen a Magnus Aircraft. A cégnek nagy tervei vannak, mondja a vezérigazgató. Ma eljutottunk oda, hogy szeretnénk belépni a nagyfiúk focipályájára. Mondjuk a konferencia ligába, az Európa ligába szeretnénk átlépni, és ennek az alapjait szeretnénk megvalósítani. A kétüléses gépek után most a 4 üléses repülők gyártásába kezd bele a Pécsi Központú Gazdasági Társaság. Az orosz IL-103-as repülő terveit licenszét vették meg. Ezt alakítják át könnyű szerkezetes, modern járművé. A gyártóüzem megvalósítását segíti a kormányzat, forrást biztosítanak a beruházáshoz. Az épület mellett egy napenergia hasznosítására alkalmas erőművet is kialakítanak, hogy fedezzék az üzem energiaigényét, mondta a pénzügyminiszter. A gyártó csarnok és a hozzá kapcsolódó napelem park megépülésével fog zárulni majd, reményeink szerint ez a 6 milliárd forint összértékű beruházás, és megkezdődhet a sokat várt és sokat emlegetett 4 üléses repülőgépek hazai gyártása, hozzáteszem tisztán magyar hazai tulajdonosi háttérrel. Varga Mihály szerint az új gyártó és fejlesztő üzem megépítésével a magyar gazdaság egyik ékköve jöhet létre. A hazai mérnöki tudás és az ipar hagyománya, valamint a modern technológiai megoldások együtt teszik kiemelkedővé a beruházást a miniszter szerint. Varga Mihály beszélt az ország általános gazdasági helyzetéről is. Ennek az évnek és az előző évnek a nagy kihívása volt az infláció. Letörtük az inflációt. Emellett mindig megőriztünk 4,7 millió magyar munkahelyet. Ma már a külkereskedelmi mérlegünk is pozitív, tehát a gazdaság sebei, az energiaválság okozta sebek gyógyulni, és egyre inkább azt látjuk, hogy a reálbérek növekedése is újraindul, tehát van esély arra, hogy ebben az évben már a növekedés visszaépítésére tudjuk az energiánkat alapvetően fordítani.
Az új üzem alapkövének ünnepélyes lerakása után a pénzügyminiszter megnézte a jelenlegi gyártócsarnokot, ahol a kétüléses gépek készülnek. A most induló új beruházás első üteme a napelempark még ebben az évben elkészül, a gyártócsarnok pedig a következő év első felére. A kisrepülők piacán a pécsi gyártmányokat a magánrepülés mellett oktatási célokra, akár hadi kiképzésre is használják a világ több országában. Ezt a pozíciójukat erősítik a négyüléses gépek gyártásával. A mezőgazdaság hazai támogatásáról és az elérhető uniós forrásokról is tájékoztatták a gazdákat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Marcaliban rendezett fórumán. Györfi Balázs elnök kiemelte, a vidékfejlesztési programban 2900 milliárd forint áll rendelkezésre, négyszer több, mint az előző 7 évben. Fokozott figyelmet kell fordítani a mezőgazdaságra a mai kihívásokkal teli világunkban, mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Marcali Fórumán Móring József Attila, a térség országgyűlési képviselője. Mint elhangzott, a gazdasági mutatók növelése elképzelhetetlen az agrárium sikeressége nélkül. A gazdák nélkül ez nem fog menni. Tehát én, ha a mai fórum kapcsán egy szóban kéne megfogalmazni a célkitűzést, akkor én azt mondanám, hogy partnerség, hiszen együtt kell gondolkodnunk és együtt kell cselekednünk annak érdekében, hogy ezt a hátrányt leküzdjük. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk, nem csak itt az országnak ebben a szegletében, hanem a többi tájon is, de én bízom abban, hogy kellő eltökéltséggel, szakemberekkel és a kormány támogatásával úrrá leszünk majd ezen a helyzeten is. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a Marcali Fórumán az aktuális pályázati lehetőségekről, hazai és uniós forrásokról is tájékoztatták a résztvevő gazdálkodókat. A közös agrárpolitika reformja az egy tervezhető változás, de mondjuk az asszály vagy a háború következtében előállt akár az input, akár az output piacokon megjelenő turbulenciák, azok nem feltétlenül előre láthatóak. Ugye itt az ukrán, az orosz, a dél-amerikai mezőgazdasági termelés átrendeződése, a piaci pozíciók újragondolása, ez nyilván érint bennünket is, és nagyon súlyos, jellemzően sajnos negatív következménnyel jár. Nekünk ezekhez alkalmazkodni kell, nekünk ezekre reagálni kell, és annyiban szerencsés a helyzetünk, hogy itt a változtatási kényszer mellett a változtatásnak az anyagi lehetősége is megvan, hisz Magyarországon a vidékfejlesztési program az a kormányzat aktív közreműködésének köszönhetően egy 2900 milliárd forintos keretösszeggel áll rendelkezésre. Ez négyszer akkora pénz, mint az előző 7 éves tervezési időszakban volt. Ez azért lehet ilyen magas, mert a hazai társfinanszírozás mértéke az 17,5%-ról 80%-ra emelkedett. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a MAGOSZ legközelebb április 9-én kedden Barcson várja fórumra a gazdákat. Közeledik a Siklósi Városnapok programsorozata. Április 12-én és 13-án koncertekkel, sztárfellépőkkel, kicsiknek és nagyoknak szóló programokkal vár mindenkit a szervező önkormányzat. A Baranyai település városi címének elnyerését ünneplik, immár 3. éve a fesztivállal. Így nézett ki a színpad Siklóson a tavalyi városnapokon. Idén ugyanezen az útszakaszon állítják fel az építményt, ahol két napon át programokkal, koncertekkel várják a helyieket és a kisvárosba érkezőket, mondja a polgármester. A város 45. születésnapja volt az első ilyen rendezvény, amit néhány évvel ezelőtt megtartottunk, ugye most a 3. rendezvényünk van soron, és hát hasonló nagyságrendű kétnapos rendezvényre készülünk, mint az előző években is, és a helyszínen sem változtattunk, ezért is állunk most itt. Siklós belvárosa lesz egyébként a fesztiválunknak a helyszíne. Ez a helyszín, ahol most állunk, ez gyakorlatilag a színpadnak a helye, tehát a főutcán, a Felszabadulás utcán lesz felépítve a színpadunk, mint ahogy minden évben volt, és gyakorlatilag a Felszabadulás utca teljes hosszában, gyakorlatilag mondhatom úgy, hogy faltól falig az ide érkező vendégek, illetve a fesztiválozóké. Étel és ital kínálatból sem lesz hiány az idei Siklósi Városnapokon. A gyerekekre is gondoltak, külön programokat szerveztek a kicsiknek. Az idősebbeket pedig zenei és kulturális programokkal várják április 12-én és 13-án. Kétnapos rendezvénnyel készülünk. Pénteki és szombati napra állítottuk össze a programjainkat.
pénteki nap délután 5 óra magasságában fogunk kezdeni. Mind a két nap van egy húzónév, egy nagy sztárfellépő, ha fogalmazhatok így. A pénteki napon Szikora Róbert és az Ergo lesz a húzó nevünk, illetve hát a fő időpontban ők lépnek majd a színpadra, illetve szombati napon, aki azt gondolom, hogy nagyon sok embert, illetve ide látogatót fog majd életre hívni, illetve ide vonzani Siklósra, ő Majka és csapata lesz. És természetesen a felvezető zenekarok, illetve ami nekünk nagyon fontos, hiszen a város születésnapját éljük, az itt jelenlévő működő civil szervezeteink, egyesületeink és fellépőink is természetesen helyet kapnak majd a színpadon. A plakátok már elkészültek, a részletes program elérhető az interneten. Fontos információ, hogy a fesztivál ingyenes, belépőt nem kell fizetni. A tapasztalat szerint több ezren vesznek részt a fesztiválon, amit Siklós városi rangjának elnyerésére emlékezve szerveznek meg már 3. éve. Végül mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. 54 éve lett Városdombóvár, kitüntetéseket adtak át az ünnepségem. Költöző madarak helyzete, a gólyák már birtokba vették fészkeiket. Zöldítés. Továbbra is munkában a Virágos Tolnáért és Mözsért munkacsoport. Filmkészítő verseny és együttműködési megállapodás. A PTL KPVK tartott sajtótájékoztatót Szekszárdon. Kedden előreláthatólag még országszerte marad a nyáriasan meleg, változóan fátyolfelhős, szűrt napsütéses időjárás, de tovább erősödik a déli szél. Számottevő csapadék nem hullik. Enyhe lesz a hajnal. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!